Jó napot kívánok! Erő, egészséget! Sikeresen teljesítette a nehéz városi kutatómentő minősítéshez szükséges ENSZ feltételeket a Hunor. Az Európában található 34 úgynevezett nehéz minősítésű csapat közül Magyarországi az első, amely harmadszorra is megújította az ENSZ minősítését. Az elmúlt hetekben ugye egy óriási árvíz vonult végig Magyarországon, és ebben is a magyar tűzoltók, a magyar katasztrófavédők kiválóan helytáltak. Én magam is bármikor, amikor a védekezésben résztvevő településeken jártam, amikor a gátakor ott voltunk, mindenki elismeréssel szólt arról, hogy a katasztrófavédők a vízügyesekkel együtt ott voltak, időben érkeztek, azelőtt jóval, mielőtt még az árhullám elkezdődött volna, Segítették a felkészülést, ott voltak a két kezükkel is, védték a magyar településeket, irányították a munkát megfelelő szakértelemmel és minden utánpótlással, amire szükség volt. Jó érzés egy olyan országban élni, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, mert amikor valamilyen természeti csapás közelít, akár egy árvíz tekintetében, akkor megvan az, az állami szervezetrendszer, amelyik professzionális, jól működik, fegyelmezett és tudja az embereket segíteni, meg tudja nem őket, nem őket védeni az árvíztől vagy más természeti csapástól. Na de a Hunor ennél még sokkal többet is tud, ezért vagyunk mi itt. Azt hiszem, hogy Magyarországon már senkinek nem kell bemutatni a Hunor mentőegységet, hiszen főleg a törökországi földrengés óta Mindenki megismerte a nevüket, és mindenkinek a bátorság, az önfeláldozása, a nagyon jó fizikai és lelki erőnlét jut eszébe a HUNOR mentőegységről. Büszkék vagyunk arra, hogy önök elsőként érkeztek és utolsóként távoztak, és 24 órás szolgálatban mentették az életeket, segítettek reményt visszaadni a családoknak, hogy kihozzák a romok alól a hozzátartozókat, és újra életben láthatják a férjüket, a feleségüket, a gyereküket vagy a szüleiket. Egy természeti vagy ipari katasztrófa esetén sokan érzik azt, hogy ott van valaki, aki számukra a legfontosabb az életben, de nem tudnak mit tenni. Ott vannak óriási kétségbeesésben, de tehetetlenül, hiszen nem tudják, hogy hogy kell az illetőt kihozni, hogy kell, hogy kell fellépni. És ebben, amikor a leginkább akar valaki tenni, de nem tud, mert egész egyszer egy hétköznapi civil embernek nincs meg sem a fizika állóképessége, sem ismerete, sem tudása, hogy hogyan kell menteni, hogyan kell segítséget nyújtani, akkor jönnek önök, és visszaadják a reményt az embereknek, az erős, erőteljes fellépésükkel és a professzionalizmusokkal, hogy igenis még egy ilyen katasztrófa helyzetben is van remény, és meg lehet meg lehet menteni az életeket, meg lehet menteni az egészséget, meg lehet menteni a vagyontárgyakat. A legkritikusabb helyzetben, a legfontosabb helyzetben tudnak segítséget nyújtani, amit az emberek sohasem felejtenek el önöknek, amíg élnek. 11 tonnányi felszereléssel, számos új eszközzel és felszereléssel kezdték meg a bevetést a Hajdú-szoboszlói romvárosban felépített nehéz szimulációs pályán. A műveletek egy földrengés utáni kutatómunka forgatókönyvét követték, annak minden mozzanatát az ENSZ irányelvek szerint kellett elvégezniük. Magyarország a mentőszervezet révén többször nyújtott nemzetközi segítséget bajba jutott országoknak. Az Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára úgy fogalmazott: szükség van a tűzoltók tudására, bátorságára, elhivatottságára, amelyet legutóbb az árvízi védekezésnél mutattak meg.